Második, hogy influencer jelenség, és hogy mostanában így kiépítettek egy ilyen újfajta influencerséget. Most pár éve persze leginkább a tehetségkutatókra meg ezeken volt a hangsúly. Lehet, hogy most is, mert hallottam, hogy újraindul ez az X-faktor is, szóval azt is nézegettem, hogy ki mikor nyerte meg. Aztán mostanában mondom, inkább ez a business influencerség van, amivel szerintem nincsen gond egyébként, mert nagyon jó, hogy így mindenki egyébként hozzá tudná sokkal inkább jutni. Nyilván vannak olyan type of influencerek, akik olyanokat vállalnak be, amik ilyen nagyobb beauty márkák, vagy megveszik, és akkor úgy mutatják be. Nyilván én is szeretnék szponzorációt. Persze, el kell hozzáérni a megfelelő követőszámot az Instagramon, amit vagy hirdetésekkel, vagy bárhogy meg lehet próbálkozni. És hát az a másik dolog, hogy igazából lehet olcsón is vásárolni. Mi egyébként mind a kettő között mozgunk, hogy van, amikor olcsón is vásárolunk, de azért igyekszünk arra is, hogy például márkás ruhák is legyenek, és mindig a jó minőségre is. Most, akik rengeteg ilyen Shein, Temu és stb. Holt mutatnak be, általában a szponzorációba kapják, de lehet, hogy nem. Megkockáztatom, hogy inkább csak próbára. És ha engem megkérdeznének, én személy szerint tényleg nem rendelnék onnan, mi nem nagyon, mert nem szeretném azt úgy tekintetbe támogatni, de nincsen bajom vele, aki ezeket támogatja, mert támogassa nyugodtan, csak igazából ezek ilyen nagyon műanyag dolgok, és ilyen nagyon nagy számba készített, és ilyen, hát olyan ruhák, amik nem tudom, szerintem el tudom képzelni, hogy ők is most lehet, hogy ők elmennek fesztiválozni, meg mindenféle, és akkor ők egy-egy alkalomra így felveszik, de hogy hétköznapokban nem hinném, hogy ők is ilyen ruhákat hordanának, mert egyszer-kétszer volt ez az ilyen plastik materiál ruha, amit én nem szívesen hordanék, mert szerintem nem tesz jót a bőrnek. Most egyezünk ki abba egyébként. És nyilván spórolni is lehet, hogyha például nem rendelsz annyi ruhát, ilyenfajta ruhát, hanem rendelsz mondjuk egyszer egy jó minőségűt, vagy egy márkásat, ráfekszel egy márkára, mint a Kevin Klein, Karl Lagerfeld, stb. Szóval igen, most nagyjából ez a véleményem, de biztos van valami másik dolog is, amiért jó ezt kipróbálni, csak hogyha személy szerint hozzám jönne egy ilyen kérés, hogy kipróbálsz a non-trust, akkor én azt mondanám, hogy nem, ne haragudj, most nincs bajom ezzel, de nem szeretném ezt kipróbálni egyelőre, se a Vintidet, stb. Ezeket mind mellőzöm, de köszönöm, hogy így ilyen téren is érdeklődtök a munkásságom felé, és találkozunk a következő videóban, addig is, szia!